országgyűlés alelnöke, és az érték és minőségbeli pályázat fővédnök elemében. Engedjék meg, hogy akkor röviden én tolmácsoljam gondolatait. Alelnök úr pályázati felhívásban rögzített gondolatai nyomán a lokalitás és a környezetvédelem végeredménybe a fenntartható fogyasztás kérdésköréről helytelik néhány szót. Először engedjék meg, hogy egy példával szintén találós kérdéssel kezdjem. Mit gondolnak az Amerikai Egyesült Államokban, mondjuk Iowa államban egy átlagos nép, amennyit utazik, a termelőtől a fogyasztó asztalára kerül? Körülbelül 2500 kilométer. Annak ellenére, hogy Iowa állam az egyik legnagyobb répatermesztő az Egyesült Államokon belül. A termelés és a fogyasztás egymástól való elválasztás, a térbeli elkülönítése és annak a bioszférára gyakorolt potenciális hatása még manapság is nehezen felmérhető károkat jelent. A fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodás éppen ezért egyre inkább előtérbe helyezi a lokalitás kérdéskörét, lényegében pedig azt, hogy a termelés és a fogyasztás elválasztását csökkentsük. A lokális fogyasztás egyfelől közvetlenül is alacsony környezeti terjedéssel jár, nyilvánvalóan a szállítási költségek és a szállítás során kibocsátott káros anyagok miatt, másfelől pedig felelősebb, tudatosabb fogyasztást eredményezhet. Ez a hazákat is sújtó kihívás mindenképpen olyan, amire megoldást kell találni. A logisztikai diszfunkciók mellett ez leginkább abból lehet, hogy olyan termékeket is importálunk, amiket kiváló minőségben hazai termelők is képesek előállítani. Jelen esetben az érték és minőség adni ennek a második problémának a kezeléséhez is iránymutatást tud nyújtani. Ez érdemes is körbejárni a jelen gazdasági helyzetben. Szóval jelenleg a magyar gazdaság növekedése az elmúlt évtizedekben kimagasló, és ennek megfelelően a fogyasztóknál is egyre több marad, egyre színvonalasabb termékek megvásárlását teszi lehetővé. Ennek ellenére rengeteg forrás árad ki az országból, pontosan a termékeknek a megvásárlására, vagy éppen szolgáltatások kifizetésére, amit mi magunk helyben kiváló minőségben is elő tudunk állítani. Ennek az egyik fő oka egy alfajta rossz beidegződés, ami tulajdonképpen még az előző rendszerből is ered. Lényegében arról szól, hogy ami import, az sokszor azzal a téves tudatásítással kerül a fejükbe, hogy az egyben jobb minőségű terméket és szolgáltatást is jelent. Ezért is küzd ez a pályázat, hogy ez a szemlélet megváltozzon. Engedjék meg, hogy egy klasszikus példát mondjak erre, még jó régen történt a luxus áruház, ahogy láttam, azért sokaknak még korosztályosan mondhat valamit. Nagy mennyiségű, jó minőségű és olcsó román import érkezett az áruházban. Ezt, amik után kitették, kedvező áron az ég adta világon senki nem akarta megvásárolni. Ezt követő egy élelmesebb eladó veszette az összes inget, eltette két hétre, három hétre utána, importing felirattal az eredeti árnak a két-háromszorosáért tette ki. Nem hiszem, hogy meglepetést okozok azzal, amit most fog mondani, körülbelül két-három napot elfogyott az összes ég. Ez nem véletlen, ugyanis a termék vásárlásának szimbolikus tartalma is van. A tudomány jelenlegi állása szerint ennek a szimbolikus tartalomnak három fő pillére van. Egyfelől az önmeghatározás, a társadalmi szerep meghatározás, valamint a csoporttudat kialakítása azokkal a fogyasztókkal, vásárlókkal, akik ugyanezt a terméket megvásárolják. Ahhoz, hogy az érték és minőség nagydíj pályázat sikeres lehessen, mindhárom területen eredményt kell elérni ebben az előbb említett önmeghatározási kategóriákban. Nyilvánvaló az, hogy objektív minősítési szempontok vannak, amik megkérdőjelezhetetlenek és mérhetőek. Ez azt a fajta minősítés garantálja, hogy jó minőségű terméket vásárolunk, tehát olyan presztízs csoportba tudunk kerülni ezáltal fogyasztóként, ami mindenképpen, hogy mondjam, lelkileg megnyugtatónak adhat számukra. A másik kérdés azonban, hogy ugyanezt a hatást más tanúsító médiák vagy egy ismertebb márka is képes biztosítani számukra. Hogy mi az, amivel több az érték és minőség nagydíjánál, az pont a harmadikban egyfajta csoporttudatban kereshető. Abba, hogy lényegében egy ilyen terméknek a megvásárlásával szimbolikus közösséget hozunk létre a Kárpát-medencei magyar termelők, illetve a hazai termelők és saját maguk között. Ezáltal pedig nem csak a hazai gazdaságpolitikát, annak patrióta gazdaságpolitikai szemléletét tudjuk támogatni, hanem ez nagyban hozzájárulhat ahhoz is, amire a felvezetőben utaltak, hogy a lokalitás erősítésével a potenciális környezeti károkat is csökkentsük, és ilyen szempontból a 21. század egyik legnagyobb kihívása a fenntartható gazdasági fejlődés, illetve a fenntartható fogyasztás területén is eredményeket tudjuk elérni. Ahhoz, hogy ez az üzenet, nevezetesen, amit az előbb is elmondtam, hogy a
magyar termelünk, illetve a Kárpát-medencei magyar termelünk és a lokalitás erősítése ilyen kiemelkedő fontosságú, nélkül összetettel a sajtó támogatása, érdeklődése és az, hogy ezt a hír minél többen kell meg tudják osztani, és minél érthetővé tudják tenni, mert ebben az esetben lehet csak és kizárólag sikeres az érték és minőségrajti pályázat küldetése. Ha már a lokalitásról esett szó, akkor mindenképpen ki kell emeljem, hogy Gyula város önkormányzata és a kiírói tanács között létrejött együttműködési megállapodást, ami ezt a szerepet tovább bővíti, és bízom benne, hogy ennek eredményét hamarosan mindannyian megtapasztalhatjuk. E gondolatokkal köszöntöm Önöket, dr. Latorce János alelnök úr nevében, minden pályázónak sikeres pályázatot kívánok, és bízom benne, hogy szeptemberben az országházi díjátadón ismét olyan díjazottakat ünnepelhetünk, akikre méltó lehetünk büszkék a magyar gazdaság innovativitása szempontjából is. Köszönöm szépen a figyelmüket!